A járvány miatt az Európai Parlament idén csak jelképesen tudta megünnepelni Brüsszelben az Európa napot, és azt, hogy 70 éves a Schuman nyilatkozat. Robert Schuman, francia külügyminiszter, 1950. május 9-én vetette föl az EU elődjének tekinthető európai szén- és acélközösség létrehozását. Az EP-ben online nyílt napra várták a látogatókat. Sokkal többet kell tennünk közösségi szinten, hogy garantáljuk a jövőnket és legyőzzük a nehézségeket. Meg kell erősítenünk a szén- és acélközösséget. Olyan dolgokat kell figyelembe venni, mint a tisztesség, az egészség, az igazságosság és a társadalmi kohézió. Ma erre van szüksége Európának, mondta az EP alelnöke. Az európai himnuszt, Beethoven 9. szimfóniájának örömódáját a Rotterdami Filharmonikus Zenekar tagjai otthonukból szimultán játszották el. Budapesten magyar balettáncosok flashmob-szerű koreográfiával ünnepelték az Európai Egységet jelképező napot.